Jó, akkor elindítottam én is a kamerát. Na! Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy olyan videó lesz, amit már egy ideje nagyon megszerettem volna csinálni, csak azt vártam, hogy kijön a Lore Olympus magyarul. És most van időm ezt így fölvenni, úgyhogy most lesz elkészítve. Szóval a mai videó egy képregény ajánló lesz. A saját magamhoz képest idén nagyon sok képregényt olvastam, mert 90%-át az összes képregény fogyasztásomnak szerintem idén olvastam el, hogyha nem számítjuk azt, ami, azon kívül, amit idén olvastam, csak azt az egy darab Percy Jackson képregényt olvastam a második részből, illetve a Scott Pilgrimeket. Viszont idén nagyon sok jó megjelenés volt magyarul, amit ezt is nagyon eladott nekem, nekünk, mindenkinek a Books Flying Around csatornáról. Igen, szóval Eszti, ami képregénymesterünk, szóval hogyha bárkinek képregény ajánlás kell, akkor hozzá kell fordulni, de azért van nálam egy kupac képregény, amit mindegyiket idén szereztem meg, úgyhogy most ezekről szeretnék beszélni. Mielőtt viszont ezekről a fizikaiakról térnék rá, a legelső, amit mindenképp szeretnék ajánlani, de nekem nincsen meg, Scribden olvastam Zsófi Pokémon Readathonjára, igen, és ez a fél BookTube-nak ezt adta el, mint az összes többi képregényt kb. Ebben a felsorolásban szerintem. És ez nem más volt, mint Ingrid Schabertől a Waves. Ez egy elég rövidke kis képregény, viszont nagyon jó volt, mindenki sírt rajta eddig szerintem, vagy legalábbis a sírás határán volt, mert alapvetően ez egy gyászfeldolgozásról szól, egy leszbikus pride. Na, ez jól mondtam össze, nem? Szóval egy leszbikus pár van a középpontban, annak is az egyik fele, és ők szeretnének gyermeket, de az történik, hogy elveszítik a kisbabát, és gyakorlatilag a képregény arról szól, hogy az a fél, aki elvetélt, az ezt az egészet hogyan dolgozza föl. Hogy nem sikerült kihordani ezt a gyermeket, és hogy elveszítette. És egy nagyon-nagyon szép képi világgal dolgozik ez a könyv is. Könyvnek mondom, tudom, de képregény mindegy, egy kalap alá veszem igazából gyakorlatilag. Nagyon szépen mutatja be ezt az egész gyászfeldolgozási folyamatot, mert alapvetően, amikor belekerülünk magába a gyermek elveszítésébe, és ugye, hogy fokozatosan sikerül ebből kilábalni, úgy kezdődik a képregény, hogy először színes, és akkor átmegy fekete-fehérbe, és szép lassan térnek majd vissza a színek, ami így ezt az egész feldolgozási folyamatot is nagyon szépen szemlélteti. Nagyon megható történet, és igen, hát majdnem garantált sírás, úgyhogy nagyon-nagyon jó, úgyhogy olvassátok. És francia szerző, és így lehet hozni a Barangolás Európában-hoz is. Csak mondom. És elvileg ez az egyetlen egy, amit nem fogok tudni semmilyen módon mutatni itt nektek, úgyhogy haladjunk úgy, ahogy a kupac van. A következő az Rachel Smythe-tól a Lore Olympus, ez egy nagyon friss megjelenés. Magyarországon ezt a Cicero adta ki, ahogy az összes többi könyvet, amit ma föl fogok mutatni. Igen, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a Cicerónak a recenziós példányokat. A Lore Olymposról nem még volt egy olvasóvlogom, azt majd ide be is linkelem. Ez egy Hades és Persephone szerelmének az újramondása, meg egy csomó más mitológiai történés újramondása, tehát egy görög mitológiai újramondás képregényként. Gyönyörű. Egyébként ez egy webtoonos képregény, tehát ezt webtoonon el lehet olvasni, de én imádom így is. Meg így kicsit átláthatóbb, hogy egymás mellett is vannak képek, mert a webtoonon minden képkocka egymás alatt van, és az... Meg én nem szeretek gépen olvasni, szóval igen. Ez az első 25 fejezetet tartalmazza a sztoriból, és az első évadban van 117, 8. Szóval egy ideig még el fog tartani, mert ez egy hosszú sorozat lesz így kiadott példányban, de ha valaki olyan türelmetlen, mint én, akkor azért előre lehet olvasni. Viszont annyira szép ez a kiadás, hogy ez ilyen must have. Ilyen rózsaszín kék lila skálán mozognak benne a színek, nekem meg a kedvenc színem a lila, és bármi, ami lila, nekem eladható, főleg, hogyha még görög mitológia is, szóval
vajon tetszett nekem ez a képregény? Nem okoztam, remélem, senkinek meglepetést. A következő a BookTube-nak itthon tutira nagy kedvence volt, mert szerintem mindenki, aki élt és mozgott, elolvasta már. Ez pedig nem más, mint Noah Stevensontól a Nimona. Hú, várjunk, ezt még januárban olvastam, de újra kéne, mert ez decemberi közös könyv a BookTube könyvklubban. Ugye most komfort könyveket olvasunk, és ez elég komfort. Mindegyiknek nagyon szép a képi világa, de meg fogom mondani mindegyiknél egyesével, hogy imádom a képi világát, mert a Nimonának is nagyon jó, meg nekem Noah Stevensonnak a stílusa nagyon tetszik, egyébként közben itt megmutattam, tehát a cserkesztereknek magát a borítóját is ő rajzolta, és nekem ez is nagyon tetszik. A Nimona alapvetően arról szól, hogy van a kis főszereplőnk Nimona, és van a fő gonoszunk, mindjárt mondom a nevét, Lord Ballister Pitang fő, és van Prince Charming. Nagyon sajnálom a névmemóriám. Sir Ambrosius aranypőc, szóval aranypőc és bitangfő. Na igen. A lényeg az, hogy bitangfő mellé Nimona önkéntesen kijelöli magát, mint szánsegéd, és eszement egy képregény. A saját magát is kifigurázza pontokon, nagyon jó poénok vannak benne, és Nimona egyébként alakváltott, tehát hogy ő így át tud változni mindenféle állattá, lényé formává. Nagyon-nagyon jó, ez egy egyrészes dolog, tehát ebből ez az egy van, ez a 200 valahány oldal, szuper könyv, képregény, szuper képregény, olvassátok, nagyon szép, nagyon cuki, nagyon szeretjük mindannyian, szerintem ezt elmondhatom. Na hát, hogyha már így felülre vettem, akkor legyen a következő a Cserkeszterek, ebbe szintén Noah Stevenson alkotótárs, de ez több embertől jön, most Stevenson, Alice Waters Allen, de igazából a Cserkesztereknek a részeit mindig más csinálja, más rajzolja, mások járulnak hozzá a sztorihoz. Ugye mondtattam, hogy a borítót ezt Noah Stevenson rajzolta ehhez, de belül, tehát a belső art style az más. Meg nem mondom nektek, hogy most kicsoda. Cserkeszterekről egyébként azt hiszem Eszti csatornáján, vagy négy szemköztös könyv volt. Mindegy, valahol van róla egy kibeszélő, azt majd ide szépen belinkelem, mert abban nagyon jól elmondják a lányok, hogy milyen is ez a képregény. Ez egy hosszú-hosszú képregény sorozat, 19 részes talán, és magyarul ez az első rész van egyelőre kint, szerintem majd jön a következő is valamikor. Viszont én scripten tovább olvastam, talán a 8. résznél vagyok. Tehát olyan félúton vagyok a sorozatban, kéne folytatnom, ha már itt tartunk. Csak továbbra sem szeretek telefonon olvasni, és kicsit rossz, mert picit mindegy. Na, a Cserkeszterek egy lány cserkész táborban játszódik, ők itt a főszereplőink, és igazából az a különlegessége, hogy egyrészt maga a sztori arról szól, hogy lányok támogatnak lányokat, tehát nők támogatnak nőket benne, nagyon jó barátságok vannak benne, tényleg azon van a hangsúly magán a barátságon, és akkor közben egyébként ilyen mindenféle mágikus dolgok és lények előkerülnek benne, és akkor ezek így a kis nyári cserkésztábori életükbe belefolynak és felforgatják és izgalmasabbá teszik. Nagyon jó képregény. Azt hozzáteszem, hogy nem mindegyik rész kapcsolódik benne olyan nagyon szorosan össze. Vannak, amik jobban, vannak, amik kevésbé. Még mondom, még csak a felénél tartok az egésznek, de mindenképp végig akarom olvasni, mert nagyon szeretem a karaktereket és a sztorit. És még bőven van dolog, amire nem derült fény, csak így néha szó van róla így rejtélyesen, úgyhogy ki kell derítenem mindent, ami történik ebben. A következő azt abszolút Eszti adta el nekem, és a második részt fogom tudni mutatni, mert az van meg, mégpedig azért, mert az egyik kedves nézőm volt olyan aranyos, és elküldte nekem a felesleges példányát. Ez nem más, mint a Heartstopper. Ez a második, ez a volume 2. Ez egy eddig 4 kötetben kiadott képregény. Ez is egy LMBTQ-s, mindegyikben volt eddig LMBTQ. Ez ugye Charlie és Nick a két főszereplő, de egyébként egy középiskolában játszódik, és akkor valamilyen szinten engem a Simon and the Homo Sapiens agendára emlékeztetett így settingben, vagy mi az, alaphelyzetben, de hogy
ez annyira cuki. A Heartstopper-nek az összes része már csak egy lesz, de egyébként ez meg tapas, azt hiszem az a leve, ez ott olvasható, én is ott olvastam ezeket a részeket, de most már legalább ez a második kötet megvan, úgyhogy ezt még egyszer nagyon szépen köszönöm. Alice Osmanről azt kell tudni, igen, mert ezt elfelejtettem mondani, hogy Alice Osmani ez a képregény. Alice Osmanról azt kell tudni, hogy annyira jó barátságokat, kapcsolatokat és mindent is ír, annyira szívmelengető az egész, amit ő csinál. Eddig a Heartstopper-t és a Loveless-t olvastam tőle, mind a kettő csodálatos. És azt kell még tudni róla, hogy az ő karakterei nem hisztikéznek, hanem beszélgetnek. Szóval, hogyha van valami problémájuk, leülnek egymással, és megbeszélik, és ez olyan csodálatos koncepció, és nincs elég könyvben benne, úgyhogy igen, Heartstopper. Imádjuk a Heartstoppert. És akkor az utolsó képregény ebben a felsorolásban, szóval Brian K. Vaughan maga az író, és akkor több rajzoló színező van itt, egy Chiang, egy Wilson és egy Fletcher még, akik hozzájárultak ennek a képregénynek az elkészítéséhez, ez a Paper Girls, azaz Újságos lányok. Ez rövidebb, mint a Lumberjanes, vagy Cserkeszterek, mert ez csak 5 vagy 6 részes. Ez az első része szeptember elején jelent meg, szintén ugye a Cicerónál, és ez a 80-as évek végén, igen, 1988 Halloween-jét követő reggelen furcsa dolgok történnek, eltűnnek emberek, és furcsa lények kerülnek elő, és a 4 leányzónk, akik újságos lányok, ők így megpróbálják kideríteni, hogy mi is történt. Van benne időutazás, űrlények, mindenféle dolgok. És az időutazó űrlényeink, azok egy másik nyelvet beszélnek, ami ez itt. Mindegy, itt van hozzá egy kódfejtés, és ez úgy vannak írva, amikor a másik lények beszélnek, hogy szintén ezzel a kóddal. Viszont itt van hozzá a megfejtés, úgyhogy nekem a képregény olvasása egy részben azzal telt, hogy kiírogattam, hogy mit mondanak, mert gondoltam azért fontos, különben nem adták volna meg hozzá a megoldó kulcsot. Úgyhogy ha valakinek problémája van azzal, hogy nem, vagy nem szeretné fejtegetni a kódot, szívesen leírom, hogy melyik oldalon mit mondanak. Ide is elmondom, ennek is nagyon tetszik a stílusa, de amivel főként megfogott. Lila! Nézzétek meg! Minden lila. Minden lila benne. Hát, hogy nem lehet ez gyönyörűnek mondani, ha egyszer minden lila benne. Imádom, hogy lila mindenben. Nekem, tudjátok, mindig ilyen erős érveim vannak, hogy lila, vagy ló van benne, vagy hasonló dolgok. Tehát nem, nincs magasan az inger küszöböm, na. Igen, elég cliffhangeresen ért véget, és az a bajom, hogy nincs fönn scripten. Vagy hát fönn van, németül. Ennyire nem jó a németem, úgyhogy ezzel viszont muszáj várnom a magyar megjelenésre, ami remélem szintén hamarosan bekövetkezik majd, vagy jövőre, vagy valamikor. Egyébként ebben is 10 éves tini lányok vannak, mint a Cserkeszterekben. Szóval ezek lettek volna ezek a kis képregények, amiket főként idén fogyasztottam, mondjuk így. Aztán majd menni kell ezt ihhez további ajánlásokért. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!